Jó napot! Jó estét! Jó napot, jó napot! Hát nézze, milyen sötét, borús az idő, szerintem már este van, de régóta vár rám, mert... Nem, most el voltam érkeztem. a gondolataimba. Semmi probléma, épp azt... maszkja is van. Épp azt Jó, figyeltem, elnézést, fölhúzom inkább. Hogy a múltkor, amikor itt nagy esőzések voltak, akkor nem maga nőtt itt ki ebből a magas ágyásból, vagy virágágyásból. Pont ugyanúgy nézett ki itt valami virág, mint maga. De, simán lehet. Jaj, megint esik, be kéne menni inkább. Ajaj. Jó, szóval én Paul Matesovsky elnök vagyok. Kormaváros elnöke. Elnézést még egyszer kérem. Szótagolva mondjam. Paul Matesovsky. Paul Matesovsky. Tiszteletem. Tiszteletem. Valami nem tetszik esetleg a vezetéknevemben? Nem, rendkívül kreatív. A kórházban biztos érdekesen nézhettek a szüleire, de egyébként nem rossz. Köszönöm szépen. Remélem látja a maszkomat is, a feliratot rajta, tehát ez hatványozottan igaz rám továbbra is. Az a baj, hogy azt hiszem, hogy ez rám is igaz lenne. Ó, nagyszerű. Natasha Ezt örömmel Stoikov hallom. egyébként a becses nevem. Na, örülök neki, üdvözlöm, Natasha. Úgy hallottam, hogy nagyon jól jártas itt a jogba. Hát azért... Én nem mondanám azt, hogy tökéletes, de értek hozzá. Jó, szuper. Egy ügyvédhölgyünk már van. Nem tudom, találkozott-e már Dubois kisasszonnyal? Nem találkoztunk még. Hát, ez nagyon szomorú. Megmutatnám gyorsan az irodáját. Ahogy láttam, a kulcsokat a srácok már adtak önnek. Így van. Passzom ebbe a kurva esetbe, már bocsánat. Ó, Jó, legalább tehát felfrissült. Itt lenne a munkahely maga. Itt bármelyik Uh-huh. asztal tudja választani egyelőre. Másik lesz ugye Miss Dubois, és akkor még egy személyt fogunk tudni alkalmazni ügyvédi titkárnői állásra. Szeretném majd, hogyha egy olyan öltözetet berendelne a ruhaboltból, persze. ami takarja a tetoválását. Engem egyáltalán nem zavar, viszont tudja, hogy ez bankároknál, jogászoknál. Persze. Jó, szuper, tehát egy hosszú jó ingel, ha eltakarja, azt nagyon megköszönném. Rendben. Hát főleg, ahogy látom, itt a csontvázak és társai, ez nem tudom, hogy mennyire. Igen. Jó, Jó, tehát persze. Én nekem mindegy, hogy ki hogy néz ki, anya, hogy ne tudjanak belénk kötni, ne legyen rajtunk fogás igazából, tehát. Egyértelmű, rendben. Nagyon szép egyébként az iroda. Ah, jó. Bíróságot is megmutatom ott azon az ajtóban, nem tudom, jártam már arra. Nem. Jó, tehát Úristen. esküdszéknek is van helye, veszük tévével, mindennel, és akkor még egy bírói munka nyitva áll a nagyvárosnak. Tehát bírónk még nincsen, ügyvédünk már van, akkor most kettő is, és ennyi igazából. De egyelőre én leszek akkor a bíró. Nyilván, hogyha nem minket perelnek. Hát Nyilván reméljük, akkor ez hogy ilyen nem lesz. Nem fog venni. Persze. Jó, szóval erről lenne szó. Fönn az emeleten van a jobb oldalt az én irodám és a Cyber Churchillnek, illetve az O'Briennek pedig a bal oldali részen. Fönt ki lehet menni a tetőre a lifttel, ott pedig a helikopter leszállunk van, illetve a helikopter garázsunk. Nem tudom, mennyire szeretne majd helikoptert vezetni, mert akkor egy helikopter vizsgát majd le kéne tennie. Hát én nem valószínű. Én úgy biztos, hogyha ha csak az anyós ülésen ülök, vagy bárhol máshol. Tehát azt lehet, hogy nem élné túl senki.
hogy ilyen helikoptert vezetnék, úgyhogy erre nem hiszem, hogy szükség lesz, ha csak nem követeli meg ugye maga, hogy minden Hát, alkalmazott. nem. Egyáltalán nem nézzük meg, hogy a Jó. ruhatárban megfelelően ruha, vagy nem tudom, hogy öltözötte már ott fel, és megnézte. Igen, nem teljesen jó voltak problémák, Aha, akkor úgyhogy azt most, majd itt akkor Szabóval azt nem kell beszélni kell. megnézni. Jó, nagyszerű, illetve a következő kérdésem, hogy a fizetések akkor azóta rendben vannak-e? Így van, így van. Részemről tökéletes. Jó, szuper, illetve ha eláll az... Ó, nézzenek oda, el is fog állni lassan az eső, ahogy látom. Megmutatnám a munkaművet. Rendben. Remélem megfelelő lesz, és tetszeni fog. A rendőrségre nem kell legalább átsétálni, tehát arra tökéletes. Jó, tehát ő lenne az ügynöki kis furgon, hát inkább csak mozgolódós kis autó, nem tudom, remélem megfelelően, hogy itt a rendőrség, illetve a városon belül valamit kell intézni, el lehessen vele menni. Ki szeretné próbálni, akkor nyugodtan eljövök egy körre önnel. Jó, rendben. Hát igazából teljesen hibátlan, tehát célnak megfelel, úgyhogy... Hát Miss Dubois szerintem majd rózsaszínre szeretné festeni, hogyha ez ellen van bármi ellenvetése, akkor beszerzi még egy ilyen gépjárművet. Semmi ellenvetés. Tehát Dr. Szöszinek lesz majd a rózsaszín gépjárműve. De úgyhogy harap, városon belül teljesen rendben lehet közben. Jaj! Jaj! Cseréltessenek benne, uram. Mert az nem teljesen jó. Jaj, nekem de jó, hogy bekötöttem magam. Ó, hát igen, ó. Elnézést kérek, elnök úr, nem így terveztem, én csak lehet itt a vizes út, illetve még nem ismerem itt az autónak a tulajdonságait, úgyhogy hát, Hát igen, azért menjünk el egy nagyobb körre, nyugodtan megszereltetjük. higgy el, uram, hogy nem lesz rá szükség, hogy nagyobb körre elmenjünk. De szerintem én majd inkább gyalog fogok járni. Hát akkor inkább beszerzünk egy biciklit, vagy egy rollert esetleg. Jó, Még nagyon szuper. az szóba jöhet. Tehát akár tudok is mutatni most önnek, ha itt most akkor visszarakjuk ezt a garázsba, és akkor mutatok önnek egy rollert, amit föl tudnék ajánlani, hogyha úgy van. Jó, rendben, lehet, hogy úgy jobban járunk. Akkor a kulcsot legyen kedves visszaakasztani akkor a Rendben. tartóra. Rendben van. Jó, akkor menjünk el egy körre rollerezni. Úristen, ez nagyon vagány. Jó, akkor menjünk egy kört a Kocka Park körül. Ez tetszik, uram. Na, ennek örülök. Na, a biciklit csak lehagyjuk. Nem olyan biztosan. De meg lesz. De maga egy gyorsabb. Na, milyen amúgy?
nagyon jó, de szerintem a magáé az gyorsabban megy egyébként, Akkor nem? cseréljünk. Jó. Hoppá, lehet itt útba vagyunk. Viszont majd mondom, hogyha visszaértünk a problémákat. Jó, rendben. Tehát ezt csak addig lehet használni, Ameddig el ameddig nem nem dől. borul fel. Így van. Jó, tehát nem tudom, hogy így is megfelelő-e. Olyan helyre kell nyilván leállni vele, ahol másik személy autóval nem tudja föllökni. Tehát fal mellé kell letámasztani, és akkor nem tud ilyen probléma előfordulni. És ennyi igazából. Persze. Egyébként tökéletes, nagyon vagány szerintem. Nagyon jó. Jó, szuper. Akkor igazából a lényeget megbeszéltük, rendőrségen volt már benne esetleg, Nem. hogy tudják, hogyan is itt van, és szolgál, és véd, és mint jogász, akkor ezt meg kéne majd tenni, beszélni kéne a vezetőkkel, illetve a sheriffséggel, illetve az FBI-jal, és akkor le kéne ezt velük tisztázni, hogy akkor még egy ügyvédűből a kisasszony mellé Natasa is beállt. Rendben van. Hát szerintem majd megvárom az O'Brien-t, illetve a Cyber, mert hogy ők úgy tudom, hogy elég sűrűn szoktak menni a rendőrségre, és akkor ők már úgy is ismerik a terepet, és akkor, hogyha úgy van, akkor ők be tudnak mutatni igazából, és én is el tudom mondani, hogy az, hogy akkor mégis mit tudok és mit nem. Az esernyőt itt jobbra kéne a virágágyás mellé rakni, mert akkor legalább egy kis vizet kap. Menjen csak, uram. Milyen rendben? Ezen a kapun mindenféleképpen kell ugye menni. Igen, értem. És a biztonságért. Persze, hát, hogyha van ugye magánál kés, vagy valami, akkor azt ugye jelz. A kap. Hát igen. Igazából ugye a rendőrségre is el kell mennem, mert adtak egy, úgymond, elég érdekes, nem hiszem, hogy legális növényt aztán. Azt is el kéne vinnem Jaj. a rendőrségre. Jó, akkor dicsértessék, kedves atyám. Miben segít? Én Matek elnök vagyok, tiszteletem. Tiszteletem, uram. Lényegében szeretnék ebbe a szép városba is pap lenni, úgy mint a múltkoriban. Jó, rendben, és akkor ez miben nyilvánulna meg? Miről lenne itt szó igazából? Hát igazából, mert hogy mikkel foglalkoznak azon belül, igaz? Igen, és illetve mire lenne szüksége? Hát egy templomra esetleg, hogyha az Az megoldható. megoldható, a Dorróz étterem fölött két utcával van a temető, és ott a templom. Tudunk oda építkezni, meg vannak az engedélyek. Hát végül is a papruvát azt is beszereztem, hogyha az megoldható, akkor én is beszerzem magamtól. Lényegében temetéssel, ugye, házassággal. Szóval igen, érti. Megszentelek embert. Értem, és ehhez szeretne esetleg egy társaságot, vagy ezt tudja ön saját fennhatóságilag intézni, csak az építkezés legyen meg önnek, illetve a paprika. Hát végül is azt meg tudom oldani, ezt a társaságot, de az építkezést ezt nem tudom megoldani. Szóval igen. Jó, az építkezést azt vehetjük úgy, hogy el van intézve.
Jó, a másik kérdésem az lenne, hogy apácára van-e szüksége esetleg? Hát, igen. Mert akkor itt Natasa hölgyet lehet, hogy szolgálatába tudnám állítani esetleg, hogyha nincs ellenére. Nem. Uram, az a helyzet, hogy hogy mondjam, én a banánt azt nem szeletelve szeretem. Hogyha A érti, francba. mire gondolok. Igen. Pedig mély keresztény, orosz származású, úgyhogy azt hittem, hogy Semmi probléma, megoldom. nagyon vallásos, de akkor ennyire nem, ezek szerint. Nem biztos, hogy más is szeretetlen Egy kérdezni. pillanatot kérek, akkor leülök ide a számítógéphez. Rendben. Aj, mi is a jelszóm? Aj, faszom. Ja, Lucky a legnagyobb király, tényleg. Ú, bazd meg, megint jelszót változtassak, mert hangosan gondolkodok, picsába. Semmi gond, én szent vagyok, én úgyse fogom belépni pont ide. Jó, tisztelendő atyám, legyen kedves, itt egy kapszula, ezt kapja be. Na, és a csávó nem jön? És az a nyom tényleg kap. Tisztelendő atyám, Igen, uram. Essen össze legyen kedves, és akkor utána jó lesz minden. Úgyhogy nem kell aggódni, nem ördögtől való, hogy itt megnyílt a föld, vagy ilyenek, ez csak illúzió. Értem. Na, akkor jöjjön velem. Natasa, jön? Persze, természetesen. Jaj, üljön be Jöjjenek anyám. csak! Nagyon szép autója. Ez ennek autó. Ez közel volt. Hát megkülönböztető jelzést használunk, úgyhogy nem is értem. Nem baj, ma éjjel vagy holnap éjjel aktiválódik az új Trafipax rendszer, úgyhogy majd abban maradnak ezek a száguldozások. Igen. Nem tudom, múltkor is elütöttek majdnem. Isten. Oh my god! Oh my god! Very big! Na Very jó. big! Very Na big! jó. Nagyon szép. Hatalmas. Mint egy új traktor. Ez nagyon vagány. Már hogyha lehet ilyet mondani egy templomra. Hát amúgy be se jöhetett volna a Miss Natasha, mert a vállát nem takarja semmivel. Ó, elnézést kérek. Úgyhogy legyen kedves, fáradjon ki, hát hogyha nem öltözik föl rendesen. Jó, hát ma úgyis körbenéztem, szóval már mindegy.
akkor jövök. Atyám maga hirtelen nagyon megváltozott. Mi mindenre képes egyébként egy templom. Illetve egy ilyen ruha. Isten erejével bármit el tudok érni. Ámen. Azt hiszem, ilyenkor azt kell mondani, igaz? Igen. Jaj, jaj, Istenem, ments meg minket, a gonosztól. Isten megsegíti magukat segítségükért.